1973. decemberében történt, hogy egy akkor 31 éves fiatalember, aki a Víg Színház színészeként épp hazai pályája csúcsán volt, mindent hátrahagyva a patinás Theater an der Wien, vagyis a Bécsi Musical Színház társulatához szerződött. Az emberben van valamilyen fajta hatalmas félelem, amikor megérkezik egy ilyen helyre, egy, hogy teljesen idegen, kettő pedig a házban elmagyarázták, hogy ez az a ház, ami mindig több száz éven keresztül teljesen nemzetközi volt. Tehát rengeteg külföldi, úgynevezett külföldi, kevés osztrák, és ebben ezt embernek nem lehetett nem jól érezni magát. A Bob Fosse által rendezett Pippin címszerepében debütált. Az itt töltött 4 év alatt igazi bécsi polgár lett. Személyiségéből fakadóan nem volt nehéz átvennie azt az életérzést, amit egy szabad ország kulturális gazdagsága adhatott. És ez a zöld ajtó az, ahol először beléptem ebbe a házba, és utána 3,5 éven keresztül, leszámítva a nyári szünetet, minden este. Az ember életében csak egyszer történik ilyesmi csoda. Vannak csodácskák, meg aztán utána vannak utána a csodából fakadóan szép dolgok, de a valódi csoda így sublimáltan itt történik. Meg persze 200 méterrel arrébb a híres Nasmarkon, vagyis a nyalánkságok piacán, ahová ebédidőben szinte kötelező volt átjárni. Itt találkozunk Béla csinos feleségével és régi jó barátjával Gerharddal, akivel a bolondozáson kívül más közös gyengéjük is van, ez pedig a kulinária. Hát ő az én kis Dórikám. Einen Hauptdarsteller, einen Hauptdarsteller, brauche ich. Nein, 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 nein. Na komm, Hauptdarsteller. Ez egy tündéri barátom, akivel 1000 éve ismerjük egymást. Ez a picike kis hely Bécs egyik legizgalmasabb helye. Béla, er war ein toller Musikstar. Alle Frauen haben ihn geliebt und alle haben ihn immer bewundert. Und jetzt noch, wenn Sie schauen, entschuldigen Sie, ja, Sie haben es beschäftigt. Die Orgel auf ihn werfen. A város hasaként emlegetett egzotikus piacon akár egy egész napot el lehet tölteni. A színes standok között sétálva világ körüli útra indulhatunk, de egy ecet múzeum például még itt is különlegességnek számít. Ezt még sehol nem láttam. Tehát ez, azt mondják, ecet múzeum, vagy ecet manufaktúra. Egyszerűen odamész és megnézed az üvegeket, akkor kiveszel belőle egy picit. Nagyon finom. De van itt egy pár nagyon, nagyon izgalmas még. A szemben lévő kávépörkölőt sem hagyhatjuk ki, hiszen már messziről illatozik az apró bolt. Na ez például egy nagyon érdekes hely. Itt az ember a nyers kávéját olyanra pörkölteti, amilyenre szereti. Arabikának vagy bárminek, tehát gyakorlatilag van itt egy olyan fajta választék, hogy megválheted a különböző nyers kávékat is, és meg minden nyers kávét külön még meg is lehet pörköltetni. Ez egy olyan jó kis gurmé dolog. A sajtos, halas és a kedvenc sülcsirkés üzletek után elérjük az édességeket is, ahonnan az agilis perzsa tulajdonos senkit nem enged el kóstoló nélkül. Honnan tudja, hogy ez a kedvencem? Jó pár különleges stand kimaradt a látogatásból, mégis tovább kell állnunk, ha még ma látni akarjuk Bécs egyéb érdekességeit Ernyei Béla szemével.